Kisebb tömeg gyűlt össze Hévízen a Deák téri nagy színpad elé. Folklor műsorra várják csütörtökönként az érdeklődőket, melyen a Keszthelyi Nagyváti Néptánc Együttes Kárpát-medencei autentikus táncait nézhetik meg a járókelők. A közel 50 éve működő művészeti csoportban jelenleg 40 fő táncol. Bár az együttes eredetileg középiskolásokból állt, az elmúlt időben többen csatlakoztak hozzájuk a végzős általános iskolások közül is. Hardi András, az együttes vezetője elmondta, a társulat legfőbb célja a hagyományőrzés és a közösségfejlesztés. A vezető hozzátette, a fiatal generációból folyamatosan társulnak hozzájuk újabb táncolni vágyók, hiszen a jelenlegi közösség húzó ereje óriási. A Nagyváti Néptánc Együttes a fürdővárosban nem először lépett fel, évek óta visszatérő előadónak számítanak a vendégek nagy örömére. A közel egy órás műsort a társulat állandó repertoáriából állították össze. Nem is tudnám megmondani, hányadik szezont húzzuk le itt Hévízen, ugye mindig más-más helyszínen vagy több rendezvényen is. Én úgy érzem, hogy a közönség az egyik legjobb itt a környékben. Rendszeresen vegyes korosztályból nagyon aktívak, beállnak végén táncolni többnyire, és sokan, mondjuk a többi fellépéshez képest is átlagon felül. A nyári szezonban a környékbeli települések rendezvényein is többször lép fel a társulat, valamint a néptáncot népszerűsítő táborokban is találkozhatnak velük az érdeklődők. A Nagyváti Néptánc Együttes Hévízi műsora egészen szeptember végéig, az időjárástól függően csütörtökönként látható a Deák téri nagyszínpadon.